Sziasztok! Röviden szeretnék egy pár gondolatot megosztani az intellektualitásról. Sokan azt gondoljátok, hogy az intellektualitás az kizárólag a tudományokra korlátozódik. Viszont ez nem igaz már csak azért sem, mert maga a tudomány is egyfajta mágikus forrásból, vagyis a hermetikából táplálkozik. Arról nem is beszélve, hogy az intellektualizmusnak van egy másik oldala is, ami viszont a New Age-es spiritualitás, vagyis az intellektuális spiritualizmus. Ezt azok az emberek nagyon-nagyon nehezen fogják megérteni, akik nem tudják, hogy mit jelentenek a babiloni misztériumok, illetve az erre ráépített kultuszok és vallások. Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy minden olyan dolog, teljesen mindegy, hogy spirituális, vagy technológia, vagy tudomány, intellektualitásnak tekinthető, amellyel úgymond kárt okozunk másoknak a természetes, fizikai és mentális programjába. És ha már az intellektualitás a téma, akkor szeretnék beszélni egy kicsit a szuperemberről és a szuperfajról, amely az illuminátusoknak egy nagy álma, és erre azért érdemes egy kis időt fordítani ennek a témának a megértésére, mert ez nem korlátozódik a technológiára, az iparra és a mesterséges intelligenciára, ugyanis valahogyan elérik, és bármennyire is furcsán hangzik, ehhez spirituális eszközöket is használnak, hogy minden ciklusban fent tudják tartani, úgymond, a hatalmukat. És az ördög megnevezés egyébként nem a sátánra vonatkozik konkrétan, sőt, még csak nem is a Szaturnuszra, hanem egyszerűen ez maga egy szimbólum számukra. Tehát úgy nyilatkoznak róla szabadkőművesek is, hogy az ateizmus az igazi intellektualitás. És minden civilizáció úgy bukott el eddig, hogy az emberek tulajdonképpen istentelenekké váltak. Ez azt jelentette, hogy elkezdtek öldökölni, elkezdtek túlélési üzemmódba kapcsolni, és a természetes intelligenciájukat nem tartották meg. Tehát tulajdonképpen állati szintűvé kezdtek el alacsonyodni. Amikor egy civilizáció tagjai abszolút nem képesek normálisan gondolkodni, és a jogaikat felismerni, akkor az a civilizáció hanyatlik, majd pedig kipusztul. És ők ezt nagyon-nagyon jól tudják, és nem véletlenül használnak a spiritualizmusban is intellektualitást. Ilyen például a szimbólumoknak a használata. És nincs olyan, hogy jó szimbólum, vagy rossz szimbólum, mert mindegyik visszavezethető ugyanazokra a kultuszokra, ugyanazokra a mitológiákra, és ennek nyugodtan utána lehet járni. Ezekkel a szimbólumokkal elérhető a tudatalattinak úgymond a kontrollja, ami azt jelenti, hogy el lehet vele fedni, vagy éppen felszínre lehet vele hozni olyan traumákat, amelyek úgymond az előző ciklusokban, előző életeinkben valamikor itt bekövetkeztek. És ezek a telepített szoftverek és programok, amelyek nem mindig fizikai szinten történnek, ezek tulajdonképpen egy közagymosást idéznek elő, amely során az ember mentálisan, majd pedig fizikailag is programozhatóvá válik. És ezeknek az új szoftvereknek a telepítése, az pedig elkezdődött. És ennek az egyik ága, az pedig a New Age spiritualizmusa, és ez lesz az új korszak vallása is. A spirituális intellektualitásnak több formája is van, az egyik ilyen az állandó pozitív gondolkodás. Ez nem azt jelenti, hogy a pozitív gondolkodás az nem fontos, de érdemes azt észrevenni, hogy a peacemaker forces, vagyis a békecsináló erők, azok szándékosan működnek, a spirituális tanításokban is, és különösen azok a tanítások érintettek, amelyeket különböző szervezetek szponzorálnak. Ennek a lényege az mindig az, hogy az embereknek ne kelljen gondolkodni, csak pozitívan, és ne vegyék észre azt, ami konkrétan a háttérben történik, illetve azt, hogy konkrétan az a negatív eseménysorozat, amit elterveztek, az pontosan mikor, hogyan és kik által fog manifesztálódni. Ezáltal azokat az embereket, akik mindig pozitívan gondolkodnak és ebben hisznek, sikerül elindítani a siker útján, viszont utána ennek a nagy következménye az az lesz, hogy az ember az teljes mértékben elfelejt függetlenül gondolkodni, és az eseményeket saját maga észrevenni, vagy éppen értékelni. Ez azt jelenti, hogy így olyan dolgok tudnak felépülni a háttérben, amivel az emberek nincsenek tisztában, viszont saját maguk építik őket. Mondok erre egy példát. Például valaki elindul a siker és meggazdagodás útján, és hirdeti a nagy pozitivitást, de közben a Facebooknak az egyik nagy hálózatépítője, és konkrétan, mivel nincsen tisztában azzal, hogy mi ennek az egésznek a végkimenetele,
éppen ezért hozzájárul úgymond a globalista tervek megvalósításához. Fontos a pozitív gondolkodás, hiszen mindent a gondolataink alkotnak, de én úgy gondolom, hogy az optimális gondolkodása megfelelő, amely viszont illeszkedik a szituációkhoz. Ez nem azt jelenti, hogy egy negatív szituációhoz feltétlenül úgy kell hozzáállni, hogy nem fogjuk tudni megvalósítani azt, amit szeretnénk, viszont az optimális gondolkodás az azért más, mint a pozitív gondolkodás, mert ebben az ember úgymond előre tervez és felkészül dolgokra. Erre nagyon jó példa az is, amit a Promised Neverland című anime feldolgozása során a videóban elmondtam. Gondoljátok el, hogyha az emberek ott csak meditáltak volna, és csak pozitívan gondolkodtak volna, akkor nem tudták volna véghez vinni a tervüket. Tehát az a fajta optimális gondolkodás, ami náluk kialakult, annak illeszkednie kellett a szituációhoz. Tehát például fel kellett vetni azt a lehetőséget, hogy mi van, hogyha mondjuk az egyikük áruló, és mondjuk éppen ezért elbukik a tervük, és nem tudnak megszökni az áruházból. Tehát egyfajta előre megtervezett és stratégiailag végrehajtott eseménysorozat volt az, ami megvalósult gondolkodás és felkészülés által. És ebben benne volt a pozitív gondolkodás, viszont az optimális gondolkodás volt az, ami megvalósította a tervüket. Hogyha csak pozitívan gondolkodtak volna, és nem terveztek volna, és csak úgy hittek volna jóba, és nem csináltak volna semmit, akkor valószínűleg ugyanúgy kiszállították volna őket is, mint a többi gyereket, és nem tudtak volna megszökni. És pontosan ezzel a gondolatmanipulációval veszi rá a háttérhatalom az embereket arra, hogy a saját világukat építsék. És ezáltal Luciferét nem véletlenül hívják az univerzum nagy építőmesterének. Az igazság észrevétele nélkül és a tényinformációk félresöprésével, pedig az ember hiába gondolkodik pozitívan, kizárólag rabszolga lehet egy diktatórikus rendszerben. Ugyanis szintén háttérhatalmi program, és ebbe benne van a spiritualitás is. A legjobb, hogyha a jószágok jól érzik magukat a diktatúrában, vagyis nem veszik észre azt, ami körülöttük történik. Az, hogy az ember ma itt tart, ahol, és a társadalmunk az olyan, amilyen, ebbe természetesen a gondolataink és a tetteink is szerepet játszottak. Tehát tulajdonképpen a tények nem felismerése és az igazság félresöprése miatt fogoly az ember körülbelül Atlantis bukása óta. És ezen változtatni szintén gondolkodásmód megváltoztatásával és cselekvéssel lehet. Lehet valaki pozitív gondolkodású, attól még nem biztos, hogy a kis hitűsége az eltűnik, vagy a magához való viszonya az megváltozik. Hiszen pszichológiai tanulmányok is bizonyítják, hogy amikor az emberek elindulnak úgymond ezen az A-pozitív úton, de visszakerülnek ugyanabba a környezetbe, amelyikből jöttek, akkor egy óriási trauma alakul ki bennük, és visszaesnek az eredeti állapotukba. Pontosan azért, mert maga az igazság és a tények felismerése az elmaradt, és csak pozitívan próbáltak gondolkodni, még azokban a szituációkban is, ahol gyakorlatilag tettekre, vagy legalábbis egy másfajta gondolkodásmódra lett volna szükség. Gondolj a jövődre úgy, hogy már megtörtént a múltban, és igaz lesz. Ez egy igaz tanítás, és ez bár az indiai spirituális iskolák átvették, viszont nem tőlük származik ez a tanítás, hanem az eredeti Jézustól. És ezzel kapcsolatban annyit azért még hozzátennék, hogy az a fajta spiritualizmus, ami elkezdett itt kialakulni, az a New Age-nek a része, és a kockának egy része, ami a szimbólumokon egyértelműen látszik, ugyebár a magyar szakrális közösségnek a szimbólumai, ami visszavezethető például egyrészt az indiai tantra és jóga szimbólumokra, ami viszont visszavezethető a Szaturnuszra, tehát ebből az okból kifolyólag szintén könnyen felismerhető, hogy ez a fajta fény a sötétségbe vezet. A spirituális, intellektuál másik formája, az pedig a tudattechnológiák nem megfelelő alkalmazása. Már az egyik videómban, amiről beszéltem a hullámgenetikáról és a tudattechnológiáról, ott elmondtam, hogy a koncentrációs gyakorlatok és az a fajta tudattechnológia, amit általában oktatnak, ez rendkívül jó hatással lehet a gondolkodásnak a fejlesztésére egy irányban, és a koncentrációnak a növelésére, illetve a memória javítására, viszont semmi többre. Ugyanis konkrétan bonyolult idegpályákkal rendelkezik az ember, és az információs utak azok átszerkezthetők,
illetve elvághatók, sőt új információs utakat is lehet bizonyos szinapszisok segítségével megnyitni. Itt ismételten el lehet azon gondolkozni, hogy a titkos szolgálathoz miért alkalmaz például olyan elektromágneses hullámokat, amelyel az emberek gondolkodását fizikailag is befolyásolják, és a döntéshozatalukat, valamint a cselekvéskészségüket, és hogy konkrétan miért nem elérhetőek még mindig azok a találmányok, amivel gyakorlatilag a gondolkodást, illetve bizonyos kognitív zavarokat és idegrendszeri betegségeket, mint például skizofréniát teljesen gyógyítani lehet, és miért elérhetőek azok a módszerek, amikor konkrétan elképzelünk valamit, vagy csak simán tudattechnológia alapján dolgozunk, és elhitetik velünk, hogy onnantól kezdve minden szép és jó lesz. Ugyebár gondolok itt ezekre a gurukra, akik azt állítják, hogy ők mindenféle halálos megbetegedésből gyógyultak meg, simán csak tudattechnológiák által. Amellett, hogy a tudattechnológiák nagyon hasznosak tudnak lenni a betegségek gyógyításának az előre mozdításában, el kell, hogy mondanom, hogy általában ezek az információk nem szoktak valós forrásból származni. Az a sok tényező, ugyanis, ami létezik a világunkban és megbetegíti az embereket, mint például a chemtrail, vagy éppen az élelmiszeriparnak a vegyiparral való kapcsolata és a gyógyszeripar, az pontosan azt az állapotot hozza létre, amit betegségnek nevezünk. Vannak olyan betegségek, természetesen már megbeszéltük, amelyek lelki eredetűek. Én most nem ezekről beszélek, hanem kimondottan azokról a megbetegedésekről, amelyeket mérgezéssel váltanak ki, és természetesen ezeket nem fogják sohasem bevallani, hogy pontosan miért csinálják a chemtrailt, sokkal könnyebb azt mondani, hogy majd tudattechnológiával elkerüljük, csak hogy ez az illúziónak a része, az intellektuális spiritualizmusnak ez is a része, amikor a tudattechnológiát nem a cselekvésre alkalmazzuk, hanem kizárólag arra az illúzióra, hogy majd elég valami szépre gondolnunk, és majd minden megoldódik, anélkül, hogy valamit is tennénk annak érdekében, hogy egy-egy adott dolog az megváltozzon. Albert Pike 33. fókusz szabadkőműves már előzőleg kijelentette, hogy céljukban áll bevezetni a luciferiánus doktrinákat, amelyek tulajdonképpen a New Age-et fogják kialakítani. Amikor megemlítettem a vízöntő korszakot, akkor én is erre céloztam, ugyanis a vízöntő korszak az nem más, mint az a fajta intellektuális spiritualizmus, amely tulajdonképpen a saját özönvízével elmos minden mást, tehát egy globális agymosás tulajdonképpen, ami azt jelenti, hogy globálisan bevezetik azokat a spirituális dogmákat, amelyek Babilonból, illetve a Római Birodalomból, illetve Egyiptomból származnak. Tehát ezt nagyon jól láthatjuk már most is, az istentiszteletet és a főpapi tiszteletet, hogyha megnézzük, hogy pontosan ezek az istenségek és rituálék pontosan honnan származnak, ugyebár mindegyik babiloni eredetű, és ez az, amit nem szeretnek hallani, és soha nem is fogják beismerni. A spirituális intellektualizmushoz nagyon sok minden tartozik. Ezek közül egy pár dolgot szeretnék megemlíteni, ilyen például a földön kívüliekkel kapcsolatos, hamis és félrevezető információk, de ide tartoznak egyébként az Egyiptomból és a görög kultúrából átvett istenségek, és papnők, illetve a napfordulós ünnepek is, és ide tartoznak például a Jézussal kapcsolatos hamis híresztelések is, az egyik ilyen a második eljövetelre vonatkozó információk. Erre az igazságot nem valószínű, hogy fel fogják tárni, illetve az a Jézus alak, akit általában bemutatnak, az tulajdonképpen egy templomos lovagrendi pap, tehát semmi köze nincsen a valódi Jézushoz, és ugyanide tartoznak azok az információk is, hogy Jézussal semmit nem csináltak, és nem is ölték meg. Na most, aki ismeri a babiloni misztériumokat, és azt is, hogy mi történt a Római Birodalomban, akkor azok az emberek pontosan tudják, hogy bárki, aki szabad szeretett volna lenni, vagy a szabad ideológiákat és gondolkodást hirdette, illetve a Római Birodalmi rendszertől szeretett volna függetlenedni, azokat az embereket nagyon durva inkvizíció alá vetették, és természetesen nem a lovagrendi tagokat meg a templomosokat vetették inkvizíció alá, hanem azokat az embereket, akik a rendszertől függetlenül saját maguk harcoltak, saját magukért és másokért is. Sokszor elhangzik az is, hogy az elit sátánista, igen, egy részük, de amennyiben valaki nagyon jól ismeri a rendszert, az pontosan tudja,
hogy valójában ateisták, tehát nem hisznek semmiben, tehát sem Istenben, sem pedig Jézusban, se Sátánban. Egyszerűen ők a szuperemberré válásban hisznek abban, hogy Isten fölé kerekedhetnek, és abban, hogy az emberből Istent lehet csinálni, és hogy isteni képességekkel lehet felruházni. És erről fog szólni a New Age-nek az összes tanítása, és ez lesz az intellektuális spiritualizmus, ami nem a valódi felemelkedés és felébredés. És akkor szeretnék pár gondolatot megosztani a valódi felemelkedésről. Az energetika egy része az rendben van, amennyiben ennek a felhasználása az megértésre és nem kutakodásra, meg nem valami istenné válásra használódik föl. Viszont az a fajta gondolkodásmód, hogy elég, hogyha otthon gondolkodunk, vagy tudattechnológiát végzünk, az nem valószínű, hogy célra fog vezetni. Ugyanis azok az emberek, akik semmit sem képesek fizikálisan tenni, azok az emberek valószínűleg félelemben élnek, és ők ne is számítsanak arra, hogy bármilyen jellegű pozitív átváltozás fog az életükben, vagy az életük után bekövetkezni, ugyanis ezeknek a tanításoknak az alkalmazása nem jelent semmi mást, csak annyit, hogy becsukod a két fizikai szemedet, és abszolút kizárod a valóságot. Vannak olyan szituációk, amikor ezek nagyon hasznosak, viszont az új világrendet tekintve ez valószínűleg nem fog működni, hogyha egy jobb világot szeretnénk, ott fizikailag is cselekedni kell, és egyébként a háttérhatalom is ugyanezt teszi. Tehát nem csak tudott technológiát használnak, hanem fizikálisan is cselekszenek. Ráadásul ők nem félnek a haláltól, a hétköznapi emberről. Ez egyáltalán nem mondható el. Tehát ők tulajdonképpen ebben a felemelkedési folyamatban, bátorság tekintetében jelenleg egy magasabb szinten állnak, mint a hétköznapi ember. És hogyha ezen változtatni szeretnének az emberek, akkor ehhez nem lesz elég a tudattechnológia. Úgyhogy ezt úgy gondoltam, hogy elmondom ebben a videóban, természetesen ez az én véleményem, viszont úgy gondolom, hogy megfontolandó, de ezeket a folyamatokat, ahogyan jön majd az új világrend bevezetése lépésenként, úgy gondolom, hogy mindenki egyértelműen látni fogja. És hogy mi a megoldás? A megoldás az attól függ, hogy melyik oldalról nézzük meg a rendszert. Azt a fajta globalista diktatúrát, amit beszeretnének vezetni, ami egy globális kommunizmus, az nem valószínű, hogy már teljesen megakadályozható. Viszont ennek a rendszernek van egy másik oldala is, amely spirituális diktatúrára fog épülni. Amennyiben ezt szeretné valaki megakadályozni, akkor csak annyit kell tennie, sőt, tömegeknek annyit kell tennie, hogy nem fogadjátok el ezeket a tanításokat, és nem követitek ezeket a spirituális dogmákat. Természetesen ez azért lesz sok ember számára nehéz, mert nagyon sokan nem fogják tudni megkülönböztetni a New Age-es tanításokat az igazi spiritualitástól. Aki nem ismeri a babiloni misztériumokat és a valódi történetet, hogy mit csináltak a lovagrendek a római birodalomban, és hogy mi az, hogy szaturnáliai vérvonal, és hogy valójában kik irányítják a világot, azok az emberek nem fogják ezt megérteni, és nem fogják tudni megkülönböztetni sem. És nehogy azt higgyétek, hogy nem vettem észre, hogy a több mint 2 milliós csatorna látogatottságomat azt a YouTube alig több, mint 50-60 ezerre csökkentette, azután, amiután felkerültek a Bill Cooper-ös videók, ugyebár a babiloni misztériumokat érintve. Az igazságot meg lehet próbálni elnyomni, csak éppen eltitkolni nem lehet.